Folytatjuk a startot Kovácsi dr. Nagy Emesével, kezét csokorom. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Iskolai igazgató. Iskolai igazgatók ritkán ülnek itt, főleg általános iskolai igazgatója, mert hogy azt szoktuk mondani, hogy ez túl kis egység, mit kezdjünk vele. Na most az önök bizonysága, amit helyük keresztúron mutatnak a társadalom számára, az pont az, amivel lehet mit kezdeni. Ugye egy olyan településről beszélünk, ami teljesen hasonlatos Gyöngyöspatához. Igen. Csak érdekes módon ott mintha béke lenne, nyugalom lenne, és mintha az oktatás fontosabb lenne, mint a cirkusz az utcán. Hogy értékezte? Van nekünk saját, speciális programunk. Nagyon átgondoltuk, hogy mit kell egy ilyen tanulói összetételhez alkalmazni a tanítási órán. Még mielőtt elmondanám, hogy milyen is ez a módszer, vagy néhány szót mondanék a módszerről, azért elmondanám, hogy nem csak Helyőkeresztúrról van szó, hanem Helyőszolontáról és Szakátközségről is. Mert tehát ezek három település, igen, három településről, mert így van, és nagyon, a karakterükben nagyon mások a falvak. Helyőkeresztúrban kevés a hátrányos helyzetű lakosoknak az aránya, olyasmi, mint Gyöngyöspatán, és Helyőszolontán már magasabb, és hát Szakáldon olyan 50-50%. Ami fontos kérdés, mielőtt konkrétan az iskolai dolgokba belemegyünk, a település légkörén, hangulatán, az ott lévők együttélésén és annak minőségén mennyit javít az, hogy a gyerekeik egy iskolába járnak, ugyanazokkal a problémákkal küzdenek szülőként, ugyanazokra az osztályfőnöki órákra mennek be, hogyha nyitott az az óra. Tehát mennyire mozdítja egymás felé az embereket az, hogy közös az iskola? Én azt gondolom, hogy megmozgatja a falvaknak a civil szervezeteit, egy összefogást eredményez. Tehát minden falunak megvan a saját kisebbségi önkormányzata, megvan, alapítványok vannak, és ezek az alapítványok nyitottak az iskola felé, illetve az iskola is üzen különböző programokkal a különböző civil szervezeteknek. És ez az együttműködés, ez biztos, hogy érezni a mindennapokban is, és a gyerekeknek a viselkedésében is. Most jönnek is a programok, amiket mondani akar, de előtte hadd mondjak adatokat, mielőtt a nézők azt mondanak, hogy jó, hát persze, de biztos neki könnyű. 72%-a a tanulóknak hátrányos helyzetű a statisztikák szerint, 10%-a állami gondozott és 8%-a sajátos nevelési igényű, tehát a normál osztályban nehezen illeszthető, normál tanulási rendben nehezen beilleszthető gyermek. Azért erre nem lehet mondani, hogy önöknek könnyű a dolguk. Nem is, de már mi ott tartunk, hogyha esetleg 100% lenne talán a hátrányos helyzetű gyerekeknek az aránya, az sem lenne probléma. De azért nem kívánjuk. Na, mi a program? Igen. Tehát három speciális programunk van, illetve még egy nyelvoktató program is hozzá csatlakozik. Tehát a Stanford Egyetem kitalált egy programot a hátrányos helyzetű gyerekekre, illetve heterogén tanulói csoportra. És mi párhuzamot fonva abban, hogy hol nem heterogén a tanulói összetétel. Tehát Amerikában is, nálunk is, mindenhol. És ez lehet tudásban heterogén, lehet szociokulturális háttérben heterogén ez a tanulói csoport. Tehát az a lényeg, hogy ott a tanítási órán ezt a sokszínűséget tudjuk kezelni ezzel a programmal. Ugyanakkor kitaláltunk egy programot a szülők számára, és behívjuk az iskolába őket, elhitetjük velük, és kell látniuk, hogy jó helyen van a gyerek, akár képzett a szülő, akár képzetlen. Van programunk a gyerekeknek a gondolkodás fejlesztésére logikai táblajátékokon keresztül, és hát van egy Tabelló nevű speciális nyelvoktató programunk, ami még most éppen kísérlet alatt van. Az kinek a programja, azt önök találták ki? A Kürt ZRT-n keresztül jön ez a program, ez most már egy önálló. De már maga a Stanford, ami az alapja mindennek, ugye az is egy vitatott program volt nagyon sokáig. Tehát volt amellett nagyon sok pedagógus, aki letette a voksát, és volt, aki azt mondta, hogy hát a poroszos rendszer, az az igazi. Ugye ez a Stanford módszer, ez arról szól, hogy a kicsit, mint ahogy Amerikában gondoljuk, hogy tanítják a gyerekeket, interaktív módon sokat beszélni, sokat szerepelni, sokat nyilvánosan lenni, és keveset behúzódni a padba. Igen, ennek a módszernek pontosan az a lényege, hogy a gyerekek nagyon sokat kommunikáljanak. A kommunikáció az fejleszti az ő képességeiket, a tudásukat, és ezen keresztül igazából a gyerekek észreveszik, hogy ki miben tehetséges, és észreveszik azokat a rejtett tudásokat is, és tisztelnik egymást, elkezdik tisztelni egymást, a gyermeknek a tudását, és egyszerűen elfogadják egymást. Tehát a lényege ennek a programnak pontosan az, hogy egymás szemében
ilyen státuszukat növelni a gyerekeknek, és tekintélyt szerezni. Na most akkor, amikor egy gyerek bejön úgy az iskolába, hogy a szülői háttértől indítatva nagyon csekély a szókincse, akkor az iskolának a feladata az, hogy megtanítsa a gyereket kommunikálni megfelelő szinten. És nekünk ez a program erről szól. Erről szól, hogy a gyerekek között különböző rangsorban, és ezt a rangsort hogy lehet úgy egy kicsit finomítani, hogy nem kilökni felülről valakit, hanem felzárkózni hozzá. És amikor már felzárkózik, akkor a gyerekek látják, hogy a másik gyerek is értékes. És talán ez a üzenete a leginkább a programnak, hogy a gyerekek megtanulják egymást tisztelni, és megtanulják egymás véleményét elfogadni. De ilyen egyszerű lenne egy ilyen társadalomban élni. Azt mondtam az előbb, hogy 72% a gyerekeknek igen. hátrányos helyzet, ott a szülők is hátrányos helyzetűek nyilvánvaló igen. valamilyen szociológiai szempontból. Mennyire partnerek, mennyire sikerült velük megértetni, hogy a gyerekük számára a jövő alapvető kérdés, hogy iskolába kell járni és tanulni kell? A szülő magától nem fogja megérteni. Tehát az iskolának a feladata üzenni. De ez az üzenet az azt jelenti, hogy olyan tevékenységeket végezni az iskolába, ami egy kicsit megszólítja a szülőket. Mi nekünk van egy speciális programunk a szülőkkel, behívjuk a szülőket az iskolába. Szeretjük, hogyha tanítási órán ott vannak, még ezek a 8 osztályt végzett szülők is, vagy még kevesebb iskolai végzettséggel rendelkező szülőket is, behívjuk őket, és megkérjük őket, hogy az úgymond tudományukról beszéljenek. És amikor látják, hogy a gyerek nagyon jó helyen van, és számít a szülőnek a véleménye, a gyerek tanul abból, az élet tapasztalataiból, és lehet ez orvos, lehet ez aluliskolázott szülő, mindenki megtalálja ott a helyét az iskolában, a tanítási órán, ez mindenféleképpen üzenet a szülőknek. Tehát a szülő magától nem fog az iskolát felé fordulni, és nem fogja pozitívan értékelni az iskolát. Éreznie kell, látnia kell, hogy miért jó ez az iskola. És ez az iskola azért jó, mert olyan programokat nyújt a gyereknek, ahol a programon keresztül jól érzi a gyerek magát. Önök példát mutatnak helyük keresztúron, de példa ez valóban? Tehát foglalkoznak-e azzal, hogy hogyan zajlik ez önöknél? Kérdezik-e más iskolaigazgatók, más település vezetői, hogy mit csináltak? Nagyon sok látogató van az iskolában. Ha azt mondom, hogy tavaly 1300 pedagógus látogatott az iskolába, akkor azt hiszem, hogy ez érezhető, hogy ez egy magas szám. Viszont nagyon kevés azoknak az aránya, azoknak a tantestületeknek, akik úgy gondolják, hogy elkötelezik a program mellett magukat. Mindez, ez egy nehéz döntés? Nagyon nehéz, ugyanis a pedagógustól sokkal több munkát igényel, mint a megszokott. Tehát a megszokott munka az, hogy bemegyek az órára, és tudom a tudományomat, és megpróbálom a gyerekeknek átadni. Ez a módszer ezen kívül még sokkal több más dolgot is tartalmaz. Magának az órának a felépítése, az, hogy én hogy találom ki a feladatokat. Én pontosan azt tanítsam le, amit különben is letanítanék, csak máshogy. És ezek a fontos dolgok, és ezeken változtatni kell. Hát egyed is megtalálta hozzá a munkatársakat. Máshol is sikerülhetne, nem? Igen, nagyon nagy feladata van az iskola vezetőjének ahhoz, hogy tudja magával vonni az egész tantestületet. A pedagógusoknak értenie kell ezt a módszert. Tehát megfelelő tudással kell olyan szempontból, nem csak tárgyi tudással, nem csak a tudományos tudással rendelkezni, tantárgyi tudással, hanem azért, hogy miért, mit teszek tanítási órán ahhoz, hogy a gyerekek egymással jobban kommunikáljanak és jobban tudjanak. Örülök, hogy példát mutatnak, és ezt mi bemutathattuk. Sok sikert a továbbiakra is. Köszönöm szépen. Kezdjük csak.